94%-os feldolgozottság mellett 5000 szavazatnyi különbséggel, összesen 22000 szavazat pozitív szavazat mellett szeretném bemutatni önöknek Érd és környéke új országgyűlési képviselőjét, dr. Aracki András urat. Az elmúlt pár hétben a választási kampány ideje alatt nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sok mindent elmondtunk azoknak az emberekkel, akikkel volt szerencsénk találkozni, de azt kell mondjam, hogy nagyon sok emberrel tudtunk találkozni, akár személyesen, akár telefonon, akár fórumokon, akár a sajtó hasábjain keresztül, és ahogy a példa mutatja, az emberek nagy többségét meg tudtuk arról győzni, hogy az az út, amit 2006-ban elkezdtünk, és amit 2010-től Aracki András képviselő úrral együtt közösen folytattunk, az egy helyes út, az egy jó dolog. Előzőleg, ugye tizet megelőzően 2006-tól Aracki András úr a város alpolgármestere volt, és mint a város alpolgármestere, a városi problémákat közvetlenül testközelből megismerve, ezt vitte tovább a parlament elé, a kormány elé, és mint kormánytag megtett az elmúlt időszakban mindent azért, hogy az úgynevezett Batthyány tervnek a fejlesztési programját elkezdtük tudni megvalósítani. És ez a megvalósítás egészen odáig jutott most már, hogy mintegy 100 milliárd forintot tudtunk az elmúlt 8 esztendőben ide Érd területére, illetve a várost ölelő, mondhatnánk kis agglomeráció, ugye Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diós, Törökbálint javulására, épülésére, fejlesztésére hozni. Én azt hiszem, hogy meg kell köszönni mindenkinek, aki vette a fáradtságot és eljött szavazni, de különösen meg kell köszönnünk azoknak a szavazatát, annak a 22000 embernek a választókerületben, akik a Fideszre, illetve dr. Aracki András úrra, egyéni országgyűlési képviselőjelöltre adták a szavazatukat, és az elmúlt hetekben megtett személyes, vagy adott esetben a sajtón keresztül tett ígéretek valóra váltásáért pontosan ez a döntés lesz majd a garancia. Az a döntés, hogy az elmúlt 8 esztendőben a dr. Aracki András úr minden ígéretét igyekezett betartani, és azt kell mondjam, hogy ilyen 99,5%-os sikerrel sikerült is betartania, és nagyon bízunk abban, hogy mivel a kormányváltás nem sikerült, és ezért a későbbiekben is a Fidesz kormány támogatására a Pest megye egyes számú választókerület bizton számíthat, ezért a későbbiekben a most már megtett ígéreteit is be fogja tudni tartani. Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, és rajtuk keresztül az érdi és a választókerületi polgárokat. Először is én is szeretem megköszönni azt, hogy ilyen sokan részt vettek a mai napon az országgyűlési képviselői választáson. Ez azért is fontos, mert hazánkat sokszor megalapozatlan vád éri a tekintetben, hogy nem egy demokratikus ország. A mai választás több mint 70%-os részvétel arány mellett bemutatta, hogy Magyarország egy stabil demokráciával, egy népképviseleti felhatalmazáson működő képviselőkkel dolgozik és képviselőkkel él együtt. Azt is megmutatta ez a mai választás, hogy ez a stabil meghatalmazás, amit 2010-ben kaptunk először, annak vannak folyamányai, az, hogy 2018-ban ismét kormányt tud alapítani a Fidesz-KDNP pártszövetség. Úgy gondolom, hogy a 2010-ben belénk helyezett bizalomnak feleltünk meg 2014-ben, majd most 2018-ban, mert számunkra Magyarország az első, számunkra magyar emberek sorsa, lehetőségei szintén elsőbséget élveznek. Nagyon fontos, hogy ezt az emberek, a polgárok, a választópolgárok megértették, és a megértésen túl érezték és tudták, hogy bennünk nem csalódhatnak, nem csalódnak a választásokon átívelő munkánk kapcsán. Én remélem, hogy itt Érden és környékén ugyanez a elkötelezettség, ugyanez a megerősítés győzedelmeskedett ma.
Ez kötelez mindannyiunkat, képviselőt, polgármesterot és helyi képviselőket más településeken is, hogy tovább folytassuk azt a munkát, amely elindult 2010-ben, sőt érdem már 2006-ban, amely azt szolgálja, hogy Magyarország ismét prosperáló, gazdaságilag fejlett, az itt élő emberek, polgárok számára a magyar létezést biztosító ország legyen. Úgy gondolom, hogy ez a fontos célunk, és emellett természetesen azokat a helyi ügyeket, amelyeket vállaltunk és vállalni fogunk a jövőben. Gondolok itt az Érdi útépítésre, vagy az iskola építésekre és a modern városok programnak a megvalósítására, azt folytatni tudjuk, hogy legyen abban hitünk, hogy érdemes magyarnak lenni itt Érden és környékén, érdemes megvédeni hazánkat jelen pillanatban egy olyan háborúban, amit választásnak hívnak, és ebben a választásban úgy gondolom, és biztos vagyok benne, hogy az érdiek jól döntöttek, amikor a Fidesz-KDNP párszövetség listájára és képviselőre tették le voksokat. Sajnos ez a választás is hozott magával olyan felhangokat, hogy ellen oldalon szereplő politikus társaink nem mindig a jogszerűség talaján jártak el. Elveiket, céljaikat, identitásukat feladva próbáltak minket legyőzni, de erőnk és hitünk az elegendő volt ahhoz, hogy ismét a Fidesz-KDNP alapítson kormányt, és 2018 után tovább folytassuk azt a munkát, amit 2010-ben elkezdtünk.